plágium. Hogyha kultúráról van szó, akkor lopja mindenki. Hát végül is az egész egy nagy lopás. Tehát ellopjuk a szüleink szavát, és akkor na, nem lehet itt nem tulajdonjogot összehozni ebben a kérdésben, hogy kultúra. Nőtípusod? Nincs. Férfi típusod? Nincs. Kedvenc festőd? Rubens, Andy Warhol, Henry Darger. Kedvenc utópia? Hú, amit én írtam, az nagyon jó. Kedvenc komédia? Benny Hill. Bejutok a nemzetibe. A nemzeti. El kell jutnom a nemzetibe. A pályám csúcsa. Nemzeti avantgárd. A nemzetibe. Az a baj ezzel az emberrel, hogy túl szívós. Nemzeti avantgárd, mit képzelsz magadról, halász? Mi ez a kacsvasz, ez a zutyulás, ez a káosz? Csak nem képzeled, hogy beengednek a nemzetibe. És mit rendezel itt a nemzetiben? Mariana Alcoforado portugál levelek, de miután belenyúltam a darabba, ezért egy portugál apáca levelei, tehát kettős a szerzőség. A portugál levelek nagyon híres, barokk, szerelmes levelek. Egy francia tiszt szerelmi életet folytatott. Egy novíciával, egy zárdában, két éven keresztül nagyon komoly szerelmi élet folyt köztük, és aztán visszarendelték a kapitányt Párizsba, és leveleket küldött hozzá Mariana Alcoforado, amin valószínűleg a kapitány jókat röhögött a társaságával, sőt, lefordított a francia nyelvre, és kiadta, és nagyon híres lett tőle. A csontváz a tiéd? Igen, a csontváz az enyém. Úgy került bele, hogy ezekbe a templomokba Rómából elszállítottak szép, boldog és mártírokat, pénzért megvették Rómától, és ez egy ilyen turista látványosság volt, mint a csesztaszovai szűz, különféle európai kisvárosokban. Nagyon feldíszítették őket arannyal. Ez volt többek közt az apácáknak az elfoglaltsága a zárdában, hogy díszítik a csontvázat. A szeme helyére smaragdot tettek, a fogak helyére gyöngyöt, a mellvérzete, a bordákra aranycsipkét. Szóval az egy gyönyörű műalkotás. Most is lehet egyébként Németországban, Spanyolországban elég sok helyen ilyeneket látni. A darabban a csontváznak van egy funkciója, tudnivik a menyegző, tehát hogy valakit beavatnak apácának, az egy menyegző, eljegyzi magát Jézussal, és az oltárhoz egy öreg szerzetesnek kell kísérnie az apácát, és ez pedig egy feldíszített öreg apát, aki egy csont, olyan öreg, hogy már csontváz. De nagyon öreg. De nagyon elegáns. Boldog új évet kívánok! Vagy kívánunk! Na, meglátogatjuk a rokonokat, jó? Háromfajta módja van a temetkezésnek, hagyományos földbetemetés, hamvasztásos és szórásos. Hagyományos temetésnél a koporsót bélelik, vagy már bélelve van komplettan, vagy külön kérnek hozzá bélelést, akkor mi béleljük. Szemfedő kerül rá, rájön a koporsó felirat, tehát az elhunytnak a neve és hogy mikor hunyt el, és ezzel kész a koporsó része.
hát ehhez még kint a temetésnél felbetemetés, aztán természetesen jönnek a sírjelzők, de vagy kereszt, vagy fejfa. És rögfogókat is szoktak rendelni, hogy a koporsó tetejére ráteszik, ugye, hogy a föld hányákra ne zsörögjön a hangosan. Szórásos temetések ilyen műanyag urnába viszik ki a szóráshoz a hangokat, és a szórásnál van egy erre rendszeresített urnahordó, amiben a műanyag urnabetétet beleteszik, és a szóráshoz azt a műanyag urnát viszik ki ebbe az urnatartóba, és rakják rá a gépezetre, ami forgatja, és a vízszöggönnyel együtt leviszi. A földbe temetett urnasíroknál, ott egy urnakeszomba rakják bele, úgy szintén műanyag urnákba, kihasnak egy négy személyes általában, de elég két személyes is, urnasírokat, abban beleteszik, és ráteszik a fedőt, kész. Kíváncsi vagy, hogy kerültél a temetőbe? Egy portrét készítesz rólam? A temetőben kezdődött a színészi pályafutásom. Tulajdonképpen itt dölt el, hogy én színház leszek, színész leszek, író leszek. És akkor most tegyünk egy sétát hazai pályán. De az volt, hogy 9 éves koromban meghalt az édesanyám, és mentünk a temetésre, és a bátyámmal mentünk végig a temetőn, a Farkasréti temetőn, és a bátyám vicceket mesélt nekem, nem tudom miért, talán azért, hogy a idegeimet próbára tegye. Például olyan vicceket, hogy egy kéz kinyúl a földből. Segítség, segítség, engem élve temettek el, és milyen rosszul! És akkor megérkeztünk a sírgödörhöz, körülbelül 500 ember lehetett ott, vagy még talán többen is, és én nekem rettenetesen kellett nevetni, és látom, hogy néz engem ez a hatalmas tömeg, és akkor így csináltam, és akkor így csináltam, és így csináltam, és akkor jöttek hozzám simogatni, hogy hogy zokog a kisgyerek, hogy zokog a kisgyerek. És én éreztem, hogy emiatt valamiféle figyelem irányul rám sokkal több, mint máskor, és mindenki. Én vagyok a figyelem központjában, és ez valami olyan nagy felismerés volt ott a temetőben. Jó vágókép vagyok. Hogy itt tulajdonképpen el is dőlt a dolog, és aztán később, még azon a nyáron, a következő nyáron úttörő táborban voltam, és az úttörő táborban elmeséltem valakinek, hogy meghalt az édesanyám. És akkor elmondtam a körülményeit, hogy ez hogy volt, és úgy oda gyűltek a tábortúz körül a lányok körém, és hallgatták a történetet, és akkor minden lány én körülöttem volt ott, és akkor éreztem, hogy valahogy itt a libidómat, azt most nevezem, akkor nem tudtam ezt a szót, hogy libidó, szóval valahogy ezt a vágyamat, hogy emberekkel együtt lehessek, hogy megosszák velem az életüket, problémájukat, hogy közel legyenek, ahhoz ez egy nagyon jó történet. Tehát ott rögtön megvolt a történet, egy halálos történet, egy nagyon szívbe markoló történet, megvolt az előadás, megvolt a szcenika, a tábortűz, és akkor így született meg az én színházam. Általában kudarcnak könyvelek el minden dolgot, amit befejeztem, mint munkát, és annak fogadtatását. És akkor megkérdezem magamtól, hogy hát akkor most mi van? És akkor azt mondom, hát talán valamit rosszul csináltam, nézzük meg, hát ha a következő erősebb lesz, vagy érdekesebb lesz. Hát biztos én valahol valamit elrontottam. És tulajdonképpen ez is ment meg, ez is tartja meg a fiatalságomat, ha szabad így udvarolnom magamnak. Tudnélik, hogyha nekem valaha valami sikerült volna, én biztos, hogy abba hagytam volna azt a dolgot, amit csinálok. Ja, a kudarcot folytatni kell, mert az embernek nem a léte az, hogy a padlón van, hanem két lábon jár, és akkor fel kell állni a padlóról, és akkor újra kell kezdeni. Ahogy Beckett mondja, hogy Balfour elesett, gondolkodott, újra felállt, megváltozott, de nem eléggé, tovább megy a tenger felé, elesik, egy ideig fekszik, Balfour megváltozott, feláll, megváltozott, de nem eléggé,
és megy a tenger felé, és így tovább. De ettől függetlenül te sikeres vagy, hiszen híres vagy, vagy az még nem ugyanaz? Ezt én nem nagyon érzékelem. Magyarországon te híres vagy. Igen. Tehát aki színházzal foglalkozik, azt ha nem tudja, hogy ki a Halász Péter, lassan megbuktatják szerintem a főiskolán. Igen, az lehet. Hát talán inkább ilyen szakmai berkekben ismernek. De úgy vagyok ezzel, mint a két prostituált, hogy az egyik, mind a ketten $100 keresnek egy éjszaka, az egyik 2x50-et és a másik 50x2-t, és ez nem ugyanaz. Én a 2x50-es kategóriába tartozom, mert $2 kell megkeresnem a $100. Tehát, hogyha ezt valaki karriernek nevezi, hát akkor legyen az övé. Mondják, hogy hősi múlt, meg hogy elzavartak Magyarországról, meg kint kell élnem, és a rendszer, és ilyen dolgokat mondanak. Én belementem ebbe a helyzetbe, és ennek volt mindenféle politikai jelentése is, viszont az igazi oka az volt, hogy itt nincs elég víz. Nekem víz mellett kell élnem. Szóval az az elemem, hogy víz mellett. Én nem tudom miért. Talán azért, mert vízi kecske vagyok a kínai horoszkóp szerint. Életed nagyjából mindig két városban zajlik, tehát New York, Budapest? Jelenleg igen. Elég sok az elfoglaltságom itt, és azt leginkább otthon tudom New Yorkban kipihenni. De ezt, hogyha bírja az ember, hogy mindig mozgásban van, akkor ez tulajdonképpen a legjobb létezés, nem? Nincs nagyon választásom. Az ő személyes kisugárzása az előadások alatt, az előadások után, hogyha találkoztál vele véletlenül az utcán, vagy egy fürdőbe, akkor egészen egyszerűen rögtön rád borult. Rögtön rád borult az az erő, az az energia, az az elmélyültség, amelyik ő benne lakik. Amikor ők még itthon voltak a távozásuk előtt, és a színházukba járt gyakorlatilag a félváros, vagy legalábbis a félvárosnak az a fele, amelyiket engem érdekelt, akkor csodáltam őt. Akkor egy bizonyosság volt a léte, és nem csak az ő léte, hanem az egész társulatnak a léte, hogy egyrészt lehet másképp élni, mint ahogy körülöttem az emberek élnek, lehet más kultúrával rendelkezni, és valahogy arról biztosított ez a tapasztalat, hogy nem vagyok hülye. Számomra minden találkozás vele nagyon jó. Most azt akartam mondani, hogy boldogság, de ez most egy gicses baromság lenne ezt mondani, mert elkoptatottak a szavak, de érzem azt az energiát, ami által hiszek abba, hogy amit csinálunk a Városi Színházban, az egy komoly és jelentős dolog. És hogyha egy kicsit elmúlik ez a kulturális apály, ami most jellemzi körülöttem az ország életét, akkor ennek az értéke sokkal nagyobb dimenziókba elő fog jönni. Az bizonyos, hogyha kijárat nélkül kéne nekem itt bolyonganom, akkor megőrülnék ebben a labirintusban, amit Budapestnek nevezünk. Rettentően nehéz Budapesten a rutin. Az utcán végigmenni az hatalmas munka, egy üzletben megvásárolni valamit, az rettentő nagy munka, szóval amikor oda teszek... Itt már jártunk, bocsánat. 500 forintot, 440 a számla, és azt mondja, hogy nincs kisebb. Teátor, a színház embere, Halász Péter. Úgy nem fog látszódni. Itt élt, ha ezt életnek lehet nevezni, és alkotott, ha ezt alkotásnak lehet nevezni, 1972. január 2-ától
1976. január 6-áig. A hálás utókor ezzel az emléktáblával kívánja leróni tiszteletét Halász Péter a színház embere előtt. Meg van Tilla? Hol volt a ti lakásotok? A negyedik emeleten, fenn a sarokban, liftel kellett felmenni, körülbelül 40 ember jött fel estig. Hello, szervusz Péter! Szervusz, kívánok! Jó estét! Ne haragudj, nem tudom a neved, nem? De, Albrecht György vagyok, én is ott laktam a negyedik. Persze, persze, persze. Tudod, ott fenn a sarokban. Albrecht György, egyébként emlékszem. Egyébként hát nem így néztem ki, amikor itt volt. Hát fiatalabbak voltunk. És megismernél, hogyha mondjuk ez a közjáték nincsen, hogy valamennyire ismert az arcom. Szóval én nekem nagyon nagy jó szakál... az arcmemóriám. Igen, csak nekem nagy szakállam volt és hosszú hajam. Hosszú hajad volt, igen. Idáig érő hajam volt. Hát az akkori divat szerinti... Ja, mondjuk akkor mindenkinek szakálla volt. Nem mindenki. Nem, a szakállasokat még a televízióban se engedti. Első volt a vágó, aki szakállal volt. De az rövid szakáll, igen. Igen. Első volt a vágó, aki szakállas volt. Csak az de... vagány volt? Hát, nem, a szakállasokat, azt a... Nem akarom mondani. Tehát a úgynevezett BMS-ek, azok üldözték, hogy szakáll az... A szakáll volt a jel, az, az 56-os... hogy te nem értesz egyet a dolgok. Igen, azt jelentett. Igen, emlékszel? Igen, hogy hát az első mondás az volt, hogy addig nem vágom le a szakállam, amíg ki nem mennek az oroszok. Ez volt a szakállviselet alapja. A párt nagyon odafigyelt, főleg a kulturális életre, művészeti életre, képzőművészeti életre. A párt mindenről akar tudni, és ennek alapján határozta meg a stratégiát. Hozta a művészetpolitikai, ifjúságpolitikai, éjjelpolitikai, olyan politikai irányelvet, hogy ott volt a kongresszus, erre a belügyminiszter kidolgozta megfelelő parancsokat, és hát az egész társadalom, hogy úgy mondjam, főleg a elit ellenőrizve volt. És hát konkrét feladatom. Zenei terület objektumaival, és hát a ott dolgozó személyeknek a megvédése a káros ideológiai diverzió ellen. De a védelem mellett az is, tehát ide vonatkozott, tehát a parancsok mondták ki, hogy bizonyos objektumok fertőzöttsége, most ezt idézőjelben mondom, mert egyszerű embernek eléggé nehéz fölfogni, hogy akkori meghatározások alapján úgynevezett antidemokratikus rendszer le kellett priorálni magyarul. Tehát belügyi nyilvántartási rendszerben meg kellett nézni, hogy ki kicsoda, hogyan van. És akkor ennek alapján kellett bizonyos lépéseket tenni az objektum védelmére. Én nagyon szerettem a balettet, operettet, operát is, tánc, szóval darabokat, főleg a katonába, meg a adásba is, hisz, meg hát a Víg Színház, igen, ez a négy színház, ami nem beszélve a mikroszkópra, legyen annak bárki is a vezetője. Szóval, hogy mi a művész, vagy a hát, ami maradandott, amit megfogja az embert, a hűség, tehát olyan hűségesen azt a karaktert alakítja, ami az emberekben megmarad. Mert az művészet tudja alakítani, amikor ismerem azt a jellemét. Szóval megismertem mindent, csak a belső énjét nem. Itt ment ez a lakásszínház. Milyen pénzből? Mert nem nagyon hát volt költségesek nem, ezek a darabok. Nem, egyáltalán nem a pénzről szólt a színház, hanem arról, hogy mi ezt csináljuk. Sőt, azért kértünk belépő díjat, de nem úgy, ahogy ez most szokás, hanem mikor a nézők mentek kifelé a lakásból,
akkor ki volt téve egy tányér, és aki akarta, aki nem. Szóval akinek volt, az szívesen adott. Mi volt a legnagyobb összeg? Kurták György adta a legnagyobb összeget, ez a Kossuth díjának a jelentős része volt. És a ház hogy bírta akkor ezt a színházat? Néha a szomszédunk könyörgött, hogy hát Halász úr, hagyják abba, egész éjjel itt ült egy smasszer, és hallgatózott a falon keresztül. Hát nincsenek itthon. Tulajdonképpen a színészet az egy ártatlan szamuráj mesterség, és a Hagakure azt mondja, hogy egy szamuráj legalább egy órát töltsön tükör előtt, hogy komponálja meg magát. Ezt az anyagot egy indián barátomtól kaptam, és ez bőrfiatalítószer, de elég jó színházi effektust is lehet vele kiváltani. Gyönyörű. Úgy hívják, hogy Pascalit, azt hiszem Montanából, vagy valahonnan onnan származik. És az indiánok használják sebekre is, és bőrfiatalításra. Oscar Wilde azt mondja, hogy az intellektusok megrondulnak, és a ugye Dorian Gray, akik szóval nem intellektusok, azok pedig megőrzik a szép vonásaikat. A kegyetlen emberek megőrzik a szép vonásaikat. Játszattak velem Márki de Sádot, és általában tulajdonképpen ilyen szerepekre találnak alkalmasnak, talán az arc berendezése miatt. De a fizikai kegyetlenséget az nekem nem tetszik egyáltalán, szóval az nekem olyan sok közem nincsen. Nekem a görög az ideális kultúra. Tudnélik, ott az ókorban csupa parasztember, meg gyűjtögető, meg halászember élt, és egyszer csak ripsz-ropsz valahogy megjelent az arisztokratikusság, a szépség, mint idea. Szóval a parasztból rögtön arisztokraták lettek. Ez volt az emberiség legnagyobb ugrása kultúrában is. És hát számomra ez a lépés az ideális. Aztán persze romlott a helyzet, és mindenki az arisztokráciát akarta utánozni, és parasztok lettek belőlünk. Ez egy nagyon régi könyv, ezt 77-ben vettem, Andy Warhol filozófiája. Ezt most fordította meg, és most fog megjelenni. Szóval Andy Warhol azt mondja, hogy a média nagyon sokat tehetne a lenézett emberek érdekében, mint cseléd, WC-pucoló és egyébként. És azt javasolja, hogy mi lenne, hogyha az amerikai elnök Washington DC-be lemenne egy utcai WC-be, és tévékamerák előtt WC-t pucolna, tehát rendesen megpucolná a WC-t. Várjál, ezt fel kell hajtani szakszerűen. Tehát az alsó részeket is megpucolná, belenézni a tévékamerába az amerikai elnök, és azt mondja, miért ne? Ezt is valakinek el kell végezni. Now I have to go. I have some meeting with the Prime Minister of Portugal. So I think this is clean enough. Frankly, I'm not good at this, but I'm practicing. Mondja, President Bush, tulajdonképpen Megyesi Péter is megteheti, mert a magyaroknak is szüksége van önbecsülésre. Szóval, kedves Viktor, kedves Péter, szeretettel várunk a körúti WC-ben. Egy kis tisztításra.
És akkor az egész nép azt fogja gondolni, hogy igen, ezeknek az embereknek számít. Számít az, hogy mások milyen munkát végeznek. Ez az igazi politika.